Beszélünk az egyik nagy pornomitoszról. Ez a két lyukunk van, mi nekünk lányoknak, tehát akkor minimum kettő darab valamit szeretnénk oda bele egyszerre, és az legyen egy férfi és egy valami, vagy egy férfi és egy másik valaki. Van egy ilyen mítosz, hogy azt hiszik, hogy ez egy nőnek nagyon vonzó, és akkor a legjobb, amikor a kettő egyszerre van benne, és így próbálsz arra koncentrálni, hogy most akkor szétszakadjál a segged miatt, vagy esetleg a puncitban levő dolgot próbáld meg élvezni, de hogy ez nem élvezetes alapvetően. Hát én ezt árnyalnám, mert lehetőleg ebből az egyik legyen néger. Mert ugye még az Ó, szokott, igen, hogy ez ugye? azt hittem, hogy most azt akarod, hogy az egyik legyen négy, mondom, nem, jó, az árnyalás a pornómítoszra, tehát hogy még hozol erre a Igen. És pornómítoszokat. akkor hát beszéltünk már ugye az anális szexnél, hogy ott azért a méret az ténylegesen lényeg. Bár kellő Azért tetsz jobb. gyakorlásnál és kellő mennyiségű síkosítóval biztos minden is megoldható. Azért ezt el tudom képzelni a pornó leosztásokat. Józsi, te menj hátra, te vagy a kisebb, és akkor Józsi nagy büszkén, hogy most a kisebb, és ő megy Jó, hátulról. mondjuk ott a pornóban, az a pornófilmekben a kicsi, ez egy kicsit más kategória, mint azt hiszem a való életben. Igen, de most képzelje, elmész Bélával és Jóskával, és Béla az ugye emberes, és akkor így lejátszák a fiúk, hogy Józsi, te menj hátra, mert te vagy a kisebb. Tehát el tudod te ezt képzelni? Tehát, hogy mire gondolnak a fiúk? Egyébként el tudom képzelni. Tehát most, ahogy ezt így mondod, el tudom képzelni azt a szituációt, hogyha a nőben is megvan a kellő hajlandóság, hogy ez működjön. Én azt a Józsit nem tudom elképzelni, aki nagyon büszkén, nem lekonyolva elindul hátra, hogy ő most nagyon jó lesz, mert ő a kicsi, aki a pont jó hátra. És ezt Bélától kapja meg, mert ők játsszák le egymás között, és nem a nő mondja azt, hogy... De szerintem ezt a nő fogja lejátszani. Tehát legalábbis nekem az a nézőpontom, hogyha van egy ilyen szituáció, akkor ott a nő fog igazából választani, hogyha két férfivel van, hogy mit és hogyan engedést csinál. Mert alapvetően, hogyha, és akkor most ez egy ilyen édes hármas rész lesz, úgy néz ki még hozzá egy MMF felállásban. Mi nem És az akkor ember, az ezt angolos akartam, hogy hol verzióban már ember. male, female, férfi, férfi, nő, akinek ez egyértelmű volt, bocsi, akinek nem volt egyértelmű, bocsi, az angol kifejezésed, de legalább megmagyaráztuk. És azért vagyok óvatos ezzel a történettel, mert itt nem hivatásos lányra gondolok, aki elmegy egy baráti társaságban, és ott mindent el kell kvázi viselnie, bár neki is vannak valószínűleg limitjei, meg nem tudom, ha más nem szerződés, de legalább egy szóbeli megállapodás, hogy mit és hogyan fog hagyni, aztán jó esetben ez így is történik. De minden más helyzetben, amikor hárman vannak egy közös felállásban, ott azért szerintem lehet tudni az, hogy mi az, ami belefér. És ez megint csak oda megy vissza, mint minden, hogyha ez ki van mondva, meg van beszélve, hogyha egyébként a lány hajlandó ilyen dolgokra, akkor ez ki fog derülni, hogy az a biztos, hogy nem. Tehát, hogy te maximum így, úgy, amúgy, de torokfesen, mert Árnyalnám. különben megfulladok, tehát, hogy így mond. Árnyalnám, mert ugye elindultunk a két lyukra játszásból, az édes hármas a két férfi egy nővel, most direkt így mondom, ha váltott lovas megoldás, akkor az lehet oké. De hogy nehogy azt higgyem el minden férfi, hogy a nőnek az az álma, hogy mind a két lyukat tele legyen. Álmodhat róla. De ne higgyék, hogy ez a default álmunk a nőknek. Tehát, hogy így, jaj, Vártam ezt a szót, mondtam, hogy vártam default. ezt a szót. Bocs, én kérek elnézést, és akkor most elmondanák egy másik pornómítoszt, ami szintén default. Ez azt jelenti, hogy alapból ezt veszi mindenki, hogy ez így igazságtartalma van. Jelen esetben ez pedig az, hogy egy nő nagyon szeretne úgy együtt lenni egy férfivel, hogy egy másik nő is ott van. És én ezt így mindig mondtam, hogy én vagyok annyira nő, hogy nekem még egy nő oda nem kell, mert hogy két kis kakas lenne ott körülbelül. Tehát az én női energiám más nőt, ha finom, ha domináns, ha
menjen egy 2 méterrel arrébb, legyen szíves, és akkor már egy egészen jó vagyok. De hogy azt hiszik a fiúk, hogy ez így nagyon, nagyon, ez kell nekünk, sokaknak. És ugye mi is megkapjuk hányszor, hogy együtt vagyunk el, megint elmondjuk N+1-jegyére, hogy a szexuális társkapcsolatban élünk, az Adri meg én. Igen, nem egy fedél alatt, még ezt is tegyük hozzá. De hogyha De lehetne, akkor élnénk egy fedél alatt is, de ja, hogy persze, így dobta simán. a sor. Igen, így dobta most a sors, hogy még nem élünk egy fedél alatt. De egyébként ez tök érdekes, és ezt is az egyik korai videóinkban már feszegettük ezt a két lány, egy fiús verziót, hogy vajon két lány előtt akarsz-e szégyent vallania, vagy se nem. Igazából, és ez szerintem ebből a szempontból még izgalmasabb helyzet nőként, mert de csak azért, mert nő vagyok, aztán a férfiban biztos mást mondana, hogyha mellébe kerül valaki harmadiknak, aki méghozzá egy a saját neméből. Hányszor halljuk azt, hogy egy olyan helyzetben ez a Úristen hozzám érne a másik férfi test? És mondjuk Ugye? egy ilyen két lukra játszásnál, egy DP-nél hozzuk be a klasszikus szakkifejezéseket, ott azért azoknak a comboknak is össze kell érni. Tehát aranyapáim, bírjátok ki, hogy nem csak a nőt És érzed, hanem a pasit is. akkor meg az Igen. izzadatlanok golyókról nem is beszéltünk, mert hogy ott Igen. gyakorlatilag egy 2 milliméter bőr fog elválasztani benneteket És egymás egyébként fasz. ez tök érdekes, de erre viszont kíváncsi lennék, hogy ilyenkor a pasi az valójában attól élvez, hogy érzi a másik férfinek a szerszámát ugyanott dolgozni, mindössze egy hajszál vékony, nem tudom, izom vagy testrész között. És a két makk ugye egymást izgatja. Hát, édesapáim, erre gondoljatok bele mindig, amikor milyen gyönyörű. Írjátok meg! Igen. Ez wonderful, wundersör, nagyon gyönyörű. Szeretnéd-e, hogy egy másik makk izgassa? És egy nő ott van, hát az az excuse, az csak a kifogás.